Üdvözlök mindenkit! Ebben a kis videóban szeretném nektek bemutatni az erdécémet, vagyis azokat a holmikat, amiket minden nap magammal viszek, hogyha elhagyom a házat. Ugye, általában a dragonekbe pakolok bele, ez mindig jön velem. Ha autóval megyünk valahova, akkor ugye az autóban elfér, hogyha pedig gyalog megyünk valahova, akkor szerintem egy hátizsák mindenképpen praktikusabb, mint mondjuk egy váltáska, vagy akár egy combtáska. Ugye elég nagy ahhoz, hogy ha valami olyan akad útközben, például bevásárol az ember, vagy esetleg hirtelen meleg lesz, és le kell venni egy réteg ruhát, akkor azt ugye bele lehet tenni, de amennyiben ugye nincs telepakolva, ez szépen így összelapad, és igazából nem foglal nagy helyet. A Dragon Eggben van egy bevásárlótáska, ez egy ilyen közepes méretű, többször használatos szatyor. Jó, ha van az embernél extra szállító kapacitás, szerintem. Általában jön velem egy LED-lenszer lámpa, ezt meg nem mondom, hogy melyik LED-lenszer, A1, F1, P1, nem tudom. Három darab hárommás elemet eszik, nagyon jó szúró fénye van, taktikai kapcsolós, úgyhogy általában ez van velem. Van hozzá egy ilyen Night Eyes Innovation tokom, forgatható övcsipesszel. Ez egy univerzális zseblámpatok, ettől a kisméretű hengerakú zseblámpától kezdve egy nagy maglightig minden belemegy. Jó pofa. Nem mindig van az övemen, nyilván benn van a táskában, de azért hordom ezzel a tokkal együtt ezt a lámpát, mert ezzel a jó nagy méretű övklip segítségével a hátizsák pántjára föl tudom tenni, és kvázi egy ilyen vál lámpa, magyarul de hülyén hangzik, szóval egy ilyen shoulder lámpát tudok belőle csinálni. Jön velem a túrazsákos videómból, túrafelszerelés videómból már ismert kettő darab zöld heveder, bármilyen jó lehet. Ugye szigetelőszalag, egy darab gázöngyújtó, vihargyújtós, valaki sikeresen letépte róla a kupakot, de ez van még az EDC-ben. Ugye a keresztkulcs, ez egy Haupa, cikkszáma pedig az, hogy 110696, ha valakit érdekel, esetleg így rákerestek, biztos kidobja, hogy hol lehet kapni. 1000 forint környékén lehet az ára. Ha metrózok, buszozok, villamosozok, nagyon jól tud jönni, illetve nagyon jól tudna jönni bizonyos esetekben, mert ki lehet vele nyitni bármilyen olyan ajtót, ami nincsen kulcsos elzetzár, hanem csak egy ilyen szabvány zár van benne. Ugye arról nem is beszélve, hogy a középső részével vízcsapot lehet nyitni. Határidőnapló, hegymászó karabiner, a hátizsáknak az öv pántja, ez mindig benne van, de igazából főleg azért, hogy ne veszítsem el, és ne kallódjon el itthon a házban. Kézkrém, kézfertőtlenítő, szemcsepp, enyhébb allergiás reakciók kezelésére, ugyanis ha bemegyek a városba, akkor nagyon sokszor van olyan, hogy a füst, smog, por az elkezd irritálni a szemet, és iszonyatosan begyullad, meg bevörösödik, és akkor ahelyett, hogy kikaparnám a saját szememet, inkább használom a szemcseppet. Egy ilyen picika kabala tájoló, szilva, és nagyon érdekes, hogy elméletileg ez egy leheggesztett kis folyadékcsillapításos tájoló, de ebben bizony megjelent a buborék. Most lehet, hogy azért, mert ez repült velem, tehát repülőgépen utazott, és akkor ott a nyomás kicsit megbolondította az agyát, de amúgy meg nem értem, hogy egy elméletileg zárt tartályban hogy alakulhat ki buborék, amikor eredetileg nem volt benne. Mindegy. A kabalafokanál. Ugyanis nagyon utálom, hogyha veszek valahol egy ilyen automatás kávét, és nem ad hozzá keverőpálcát, és mindig az ember a bicskájával kavargatja a kávét, és utána azt le kell törölgetni, vagy ha becsukod, akkor összeragad, meg ilyesmi. Egyébként, ha már bicskáról van szó, akkor Leatherman Sidekick. Ez teljesen jó, ez egy közepesen súlyos darab. Nem olyan nehéz, mint a Wave vagy a Victorinox, de azért elég jó a szerszám ellátottsága, és nem utolsó sorban egy nagyon jó penge van rajta. Ugye egy ilyen mérnöktól, ami
többféle vonalzó, lépték, mit tudom én micsoda egyben, van benne egy viszintmérő, ugye alapesetben pedig egy kékszínű golyóstól. Ez a fele ilyen érintőképernyőhöz való nyomkodóbizbasz, és van benne egy műszerész csavarhúzó, az egyik fele ugye egy sima, a másik pedig, fele pedig egy Philips. Ez ugye azért jó, mert az embernek vannak szemüveges ismerősei, és ez a jaj, megint leesett a szára, jaj, kiesett a napszemüvegemből a csavar, akkor olyan jót szoktak rajta derülni, amikor én előhúzom a tollamat, és megjavítom nekik a szemüvegüket. Ugye, első segélycsomag, nem ragozom. Körömcsipesz körömreszelővel, én rohadtul utálom, ha beszakad a körmöm. Sajnos elég rideg és vastag körmöm van, ezért ez gyakran előfordul, hogy beakadok valamiben és beszakad a körmöm, úgyhogy kötelező darab, nem csak nőknek. Fox 40-es jelzősíp, just because, csak azért mert. És végül általában nálam szokott lenni ez az egyszerű kesztyű, ez egy Mechanics, mit tudom én mi a fantázia neve, szintetikus bőr védőkesztyű, láthatjátok milyen mocskos, igazából buszon, ha utazok, föl szoktam venni, vagy azért az ember oda szokott menni segíteni mindenféle szerencsétlenebb sorsú embertársához, és hát megtanulja az ember, hogy az utca közepén azért jobb, ha kesztyűben nyúlunk bármihez is. Úgyhogy egy ilyen sima egyszerű kesztyű. Nem súly igazából, de ez is mindig velem van. Akkor szoktam még fölvenni, amikor reggel mínusz 10 fokba elindulok, és olyan hideg a kocsinak a kormánya, hogy hozzáfagynék. Vezetni is nagyon jól lehet benne. Természetesen ugye velem vannak még az irataim, személyi, forgalmi, jogosítvány, bankkártya, készpénz, és azt most nem vettem elő, de van egy ilyen apró starisznyám, amiben általában egy marék apró pénz van, ugye ez parkolási díjakra, vagy pedig szerencsétlenebb sorsú embertársaink kisegítésére, akár egy aluljáróban, akár pedig piros lámpánál állva. No, hát ezek azok a dolgok, amiket magammal viszek, akit érdekelt, annak küldöm ezt a videót, ha bármi kérdés van, akkor lentebb föl lehet tenni, és köszönöm szépen, hogy megnéztétek, sziasztok!